Lamancsoló vagja van színpadon a Gádor Általános Iskola tornatermében, az az előadás, amelyen az iskola színjátszó csoportja második helyezést ért el a Budapest Operett Színház Tiétek a színpad címmel megkérdetett színházi vetélkedőjén. A pályázaton országosan 11 csapat versenyzett, köztük általános iskolák és elsős gimnáziumi csoportok is. A több hónapos felkészülésről Szabados Mónika felkészítő tanárt és a csoportot kérdeztük. Mert tavasszal tudtuk, hogy lesz ez a pályázat, és akkor nyáron már gondolkodtam azon, hogy mit lehetne ezekkel a gyerekekkel megcsinálni. Az igazság az, hogy már szeptemberben sok új beállunk volt, tehát a csoport egy része új emberekből állt, úgyhogy nem is igazán tudtam, hogy hogyan lehet majd velük dolgozni. És én igazából zenés-táncos darabban gondolkodtam, de a kiírást ősszel megváltoztatták, és csak prózai előadás lehetett. Úgyhogy akkor gyorsan újraírtam arra a létszámra, ahányan szeptemberben voltunk, és akkor teljesen a nulláról kezdtük újra. Ugye mi nem vagyunk egy dráma tagozatos iskola, tehát csak heti egy alkalommal egy másfél órás szakkör volt, és ott folyamatosan próbáltunk tulajdonképpen, illetve ez az utolsó péntek éjszaka, amikor az iskolában bent aludtunk, akkor gyakorlatilag éjfélig még a próba ment, és utána vettük fel ezeket a jeleneteket. Sokat készültünk rá, nagyon örültünk, hogy ilyen eredményt teljesítettünk, és szerintem nagyon jó volt. Második helyezést értünk el, mi nagyon örültünk neki, és most én így nagyon boldog vagyok, hogy az iskolának is elő tudtuk adni, és ők is láthatták, hogy elértük ezt az eredményt. A 25 perces darabban igyekeztek a mai kor nyelvére lefordítani Cervantes művét, de a főhős mondandója az eredeti irodalmi alakban maradt. A Don Quixote ugye alakja szerintem, hát ugye elég testes, ugye, ahogy fel is vázoltuk. A kiejtés az számomra elég nehéz volt. Szerintem, ha nem egy napot, 24 órát, akkor semennyit tanultam rá. Hogyan lehet közel hozni egy ilyen irodalmi művet ehhez a korosztályhoz? Az az igazság, hogy én a kerettörténettel próbáltam közel hozni a gyerekekhez. Abba próbáltam olyan jeleneteket, olyan szöveget beletenni, ami hozzájuk közel áll. Korábban valahol találkoztatok már a történettel, vagy teljesen új volt, és emiatt is kicsit izgalmasabb volt a felkészülés? Hát nekünk szerintem teljesen új volt, mert hát még nem nagyon láttuk előtte a Don Quixote-t, meg nem is nagyon ismertük. Hambait a hősnemesnek nyugszik, aki nagy nevet, messze földön küzdve szerzett, soltában sem vehetett, rajta halál győzedelmet. A világban észve szegtőrén volt és madárjesztő, ám szerencsés ritka sorsa végül is őt igazolta. Érdekes volt, és hát igazából tetszett mindannyiunknak, de amikor megismertük, akkor féltünk még, hogy fogjuk előadni, de egyébként nagyon jó volt. Mit gondoltak a színjátszásról? Mennyire szerettek színészkedni, úgymond, vagy későbbiekben van olyan tervetek, hogy ilyen irányba menjetek tovább? Hát szerintem mindannyiunk, aki itt van a színjátszó csoportban, mindenki szeretne azért foglalkozni ezzel a színész szakmával, mert nagyon, nagyon jó ennek a világa, a színház világa. Hát én mindenképpen, de szerintem mindenki. Az iskolában több lehetőség is nyílik a színészi adottságok fejlesztésére és kibontakoztatására. Általában különféle iskolai eseményekhez köthetőek ezek az előadások nálunk. Ugye az elmúlt években a Covid-járvány miatt nem nagyon tudtunk ilyen rendezvényeket összeállítani, úgyhogy most igazából egy alapítványi bál lesz februárban, úgyhogy arra szeretnénk majd valami kis műsort csinálni a szülőknek.